94 éves néninek voltam a halálos ágyánál, amikor körülbelül 30 éve volt, amikor talán 5-6 éve értem a szavait, azt mondja, hogy fiam, meg fogod látni majd a elköltözésed előtt az életből a halálba, az első halálba, hogy a legdrágább, ami volt, az az idő volt. Nem amit magad mögött hagytál, amit összegyűjtöttél, hanem az az idő. Hát kérdezzétek meg, hogy egy 20 éves hogy bánik az idővel, és kérdezzétek meg egy 80 évest, hogy hogy bánik az idővel. És mindjárt rá fogsz jönni, hogy az életedbe a legnagyobb kincs, hogy hogy tudsz bánni az idővel. Mert amikor kilépsz az időből, kikerül az irányítás a kezedből, és az lesz a legrosszabb. Kész tények vannak. Úgyhogy adjon Isten mindegyünknek kegyelmet, hogy alázattal és a saját elménket és gondolatainkat felülbírálva, átadva Istennek tudjunk engedelmes szívű döntéseket hozni az Úrnak. Adjon az Isten kegyelmet mindannyiunknak, hogy az életünket ne elfolyt időként kezeljük, hanem tudjuk kihasználni az időt.